29 epipent a kecskeméti óvodák, egyet pedig a kecskeméti önkormányzat kapott. A vakcina az ételallergiától sokat kapó gyermekeken segít. Dr. Katus Zoltán, egy Magyarországon történt tragédia miatt döntött úgy, hogy közben jár, Kecskeméten ilyen ne fordulhasson elő. Kora nyáron, késő tavasszal történt az országban egy tragikus eset, aminek kapcsán egy kisgyermek életét vesztette ezen vakcina hiányában, és ez készített engem arra, hogy Kecskeméten ilyen ne forduljon elő, és megkerestük a módját annak, hogy hogy lehetne a kecskeméti óvodákat ellátni ezzel a vakcinával. A vakcinát egy évig lehet felhasználni. Katus Zoltán bízik abban, hogy a példáján felbuzdulva mások is segíteni fognak a jövőben. A kecskeméti önkormányzat 3 intézményegységnek adta oda az ampullákat, tehát minden ovi megkapja a vakcinát. Az intézményekben dolgozókat már felkészítették a tünetek felismerésére és az ellenszer beadására. Ezeket a tüneteket mostantól fel fogják ismerni az óvodákban dolgozók, de a szülőknek további felelőssége az, hogy tájékoztassák az intézményt a gyermek ételallergiájáról. Ez elsősorban a váratlan eseményekre vonatkozik, hiszen amikor egy gyerekről a szülő tudja, vagy ismerté vált, hogy van allergiája, a szülő felelőssége, ha a gyereknek be kell adni egy-egy eset kapcsán a vakcinát, arról neki kell gondoskodni, de ez itt most elsősorban a váratlan eseményeket kívánja kezelni. Az alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat is biztosítani fogja a vakcinákat az óvodák számára.